Nagy tisztelettel köszöntöm a BRS TV nézőit. Olcsányi Ritáék 3-0-ra kikaptak a lengyel Budovlani Lodzs otthonában, így kettős vereséggel búcsúztak a Bajnokok Ligájától. A magyar bajnok a nemzetközi szereplését a CEF kupában folytathatja. Nem voltak könnyű helyzetben a csabai lányok, hiszen Xenia Ivanovics és Sebestyén Flóra mellett újabb játékos is megsérült a visszavágó előtti utolsó edzésen. A csapat négyes ütője, a 18 éves Glembocki Zóra a tréning alatt könnyebb sérülést szedett össze, így az ő helyén a 17 éves egyébként átlót játszó Szedmák Réka kezdett. Ennek ellenére jól nyitott a BRS-e és sokáig vezetett az első szedben. 21-18-as csabai előny után azonban a hajrá a hazaiaknak sikerült jobban, így 25-23-mal előnyt szereztek. Nem volt könnyű helyzetben a csabai gárda, hiszen zsinórban 4 szettet kellett volna nyernie a továbbjutáshoz. A második felvonás is sokáig szoros volt, ám a lengyelek a hajrában ismét felülkerekedtek és 25-20-szal lezárták a második etapot. Ezzel pedig biztossá vált, hogy a csabaiak már nem léphetnek tovább az elit sorozat következő körébe. A folytatásban sem adta fel a magyar bajnok, azonban a lengyelek biztosra mentek, és ők nyerték a harmadik szettet, és ezzel a mérkőzést is 3-0 arányban. Az első két játékban nagyon-nagyon közel voltunk ahhoz, hogy meg tudjuk nyerni ezt a két szettet. Betartottuk azokat a taktikai dolgokat, amiket megbeszéltünk, és nagyon közel voltunk sajnos a végjátékban. Nem tudtuk megoldani a helyzeteinket, míg az ellenfél nagyobb rutinjának köszönhetően ezt megtudta. Ezért vagyunk igazándiból nagyon szomorúak, hiszen nagyon komoly lehetőséget szalasztottunk el, akár az első mérkőzésen is, hiszen a lejátszott 7 szettből 5-ben reális esélyünk volt arra, hogy megnyerjük a szettet. Ugyanígy a második mérkőzésen és az első két játékban megvoltak a nagyon komoly lehetőségeink. Korbos Mihály együttesét az idény kezdete óta folyamatosan sújtják a sérülések. A négyes ütő poszton Glembocki Zóra a harmadik játékos, aki megsérült, így őt Szedmák Réka pótolta a párharcban. Egy posztról estek ki játékosaink, hiszen 6 hete már Szénia Ivanovics nélkül játszunk, és Sebestyén Flóra is megsérült azon a poszton, 4 játékosok volt, és most még egy játékos pont arról a posztról, és annyit kell tudni erről, hogy 4 játékosból, tehát 2 kiesett, most a Glembocki Zóra, és egy mérkőzésen legalább 2 ilyen azon a poszton lévő játékosnak kell szerepelni. Tehát nagyon-nagyon nehéz helyzetbe kerültünk, de szerencsére Szedmák Réka megoldotta ezt a helyzetet. Évelei óta nagyon sokat dolgozunk azon, hogy a nyitásugadása stabil legyen, és Réka ezt lehozta nagyon szépen. Tálos Zsuzsanna tavaly a lengyel első osztályba felkerülő Proxima Krakkó együttesében légióskodott, és 2 alkalommal is megmérkőzött a Budovlani Lodzs csapatával. A BRS-e csapatkapitánya izgatottan várta, hogy visszatérjen Lengyelországba is, ismét bizonyítson. Nagyon vártam, ugye voltak olyan emberek, akikkel, vagy akik ellen játszottam tavaly, így igen, ezt tudom mondani, hogy nagyon-nagyon vártam, hogy újra ott tudok játszani, és nagyon szerettem volna bizonyítani, hiszen ilyenkor bennem egy kicsit jobban él a tetvágy, vagy a csak azért is, és nagyon sajnáltam, hogy nem tudtunk jobban játszani, illetve nem tudtunk szetteket rabolni, illetve az aranyszettet kiharcolni. A csabai lányok bajnokok ligája szereplése véget ért, de a CEF kupában folytathatják nemzetközi menetelésüket. A BRS-e a legjobb 32 között a Himik Juzsnyi együttesével csap össze. Az ukrán gárda 2011 óta minden évben megnyerte hazája bajnokságát. Azt tudom, hogy egy ukrán ellenfelünk lesz. Ezt a keleti esőplabdát ismerve ők azért egy másfajta játékstílust képviselnek, mint esetleg most a lengyel ellenfelünk volt, vagy esetleg itt a nyugat-európai stílus. Biztos vagyok benne, hogy megfelelően ki fogjuk őket elemezni, ahogy tettük ezt a lengyel csapattal is, illetve hogy tesszük a magyar csapatok ellen is, de mindenképpen azt mondaná, hogy továbbjutás a cél a CEF kupában. A párharc első mérkőzését Ukrajnában rendezik november 27-én, magyar idő szerint 17 órás kezdéssel. A december 5-i visszavágón 18 órától indul útjára a labda a városi sportcsarnokban.
megszerezte első hazai sikerét az Extraliga idei küzdelem sorozatában a BRS-e. A bajnoki címvédő 3-1-re győzte le az Újpest csapatát a Városi Sportcsarnokban. A csabai lányok egy héttel később Nyíregyházára utaztak, ahol a tavalyi döntő visszavágóját rendezték. A sötétkék mezben pályára lépő házigazda jól kezdte a találkozót, és szűk 20 perc alatt 25-15-re megnyerte az első játszmát. A csabai együttes 5 pontos hátrányból fordított a második szedben, de az Újpest nem adta fel. A fővárosiak 2 játszmalabdát is hárítottak, majd 27-25-tel kiegyenlítették a mérkőzés állását. A BRS-e gyorsan nagy előnyt alakított ki a harmadik felvonás elején. Kántor Sándor, a lilafehérek vezetőedzője hiába kért időt, 4-0-ás és 11-4-es hátrányban. Csapata nem tudott közelebb zárkózni, így a házigazda 25-15-tel újra előnyt szerzett. A negyedik etapban sokáig szoros volt a küzdelem, de a lilafehérek 16-16 után már csak 1 pontot szereztek. Kormos Mihály csapata 25-17-tel lezárta a mérkőzést, és 3-1-re diadalmaskodott. A legnagyobb problémánk az volt, hogy nagyon sok labdát kivédekeztünk, nagyon sok labdát úgy mondom neked, hogy csak átütöttünk, és ütőerőben ma nem voltunk olyanok, akik azt mondom neked, hogy befejezik a támadásokat. Hát sokkal erősebb támadások voltak a túloldalról, és így ennek kezdve egyszerűen azt mondom neked, hogy hát békésebben megérdemelten nyerte ezt a mérkőzést. A bajnoki címvédő az Extraliga első fordulóiban 3 nagy riválistól is vereséget szenvedett. A csabaiak szakmai igazgatója szerint nagyon fontos volt, hogy megnyerjék ezt a hazai találkozót. A Vasas-Nyíregyház Újpest 3-astól kikaptunk az első körben, alapból lélektanilag nagyon fontos mérkőzés volt, de hát ez azt is látni kell, hogy mi nagyon, de nagyon a bajnokok ligájára készültünk, nagyon szerettünk volna tovább jutni a következő körbe, erre építettünk fel nagyon sok mindent, a formaidőzítés erre volt felépítve, sajnos a sérülések miatt nem sikerült úgy, azt, ahogy mi azt szerettük volna, úgyhogy elkezdjük most már bajnokságon is egy kicsit összpontosítani, hiszen Mevzában elég jól állunk, 2 győzelem, 2 mérkőzés, de 2 héten belül lesz még 2 Mevza mérkőzésünk, úgyhogy megint nagyon erőltetett menet lesz, de szeretnénk minél jobban és minél előrébb menni itt a bajnokságban. A találkozó legeredményesebb játékosa a napokban 24. születésnapját ünneplő Nikoletta Perovic volt, aki 20 ponttal járult hozzá a sikerhez. Az első szedben elképesztően játszottunk, minden jól működött. Ezután az ellenfél is felébredt és már jobban játszott. Mi is mindent megtettünk, de a szerencse a másik oldalon volt. A harmadik és a negyedik játszmában az elejétől jó játékot nyújtottunk, és győzelem lett az eredménye. A csabai lányok 2 nappal később a székesfehérvári MÁV előre otthonában szerepeltek a Magyar Kupa 8-at döntőjében. Molcsányi Ritájék magabiztosan kezdték az idei kiírást, és kevesebb mint 1 óra alatt 3-0-ra diadalmaskodtak. Vasárnap Nyíregyházára utazott az 5-szörös magyar bajnok, ahol legutóbb a 2 fél küzdelme csabai győzelemmel végződött, melynek eredményeként a BRS-e emelhette magasba a bajnoki trófeát. Ezúttal a piros mezes nyírségiek kapták el jobban a kezdést, és gyorsan 4 pontos előnyt alakítottak ki. Mindkét oldalon sok hibával játszottak a csapatok. Kormos Mihály időkérései sem segítettek, a hazaiak megtartották előnyüket, és 25-19-re megnyerték az első etapot. A második játékrészben sem javult a bajnoki címvédő játéka. Pontatlan nyitások és feladások, gyenge nyitásfogadás jellemezte a csabaiakat, melynek köszönhetően a hazaiak tetemesebb előnyt alakítottak ki. A Nyíregyháza nem kegyelmezett és 25-15-re hozta a második szettet. A harmadik játszmát magabiztosabban kezdte a címvédő, előbb Glembócki és Mlinár, majd Medics remekelt, így 9-2-es előnyt épített a BRS-e. A szabolcsi csapat nem adta könnyen a szettet, 3 egységre faragta a különbséget, de a csabaiak 25-22-vel életben tartották a reményeiket. A negyedik játék részben fejfej mellett haladtak a felek, hosszú és izgalmas labdameneteket láthattak a szurkolók. A folytatásban összeállt a Fátum védelme, úgy tűnt a hazaiak lezárhatják a meccset. 22-18 után azonban elindultak a vendégek. Molcsányi Ritájék nem ismertek elvesztett labdát, és óriási küzdelemben 28-26-ra nyerték a szettet, így 2-2-re módosult a mérkőzés állása. A mindent eldöntő 5. szett kiegyenlített csatával indult. Egy érdekes szituációt követően a hazaiak vezetőedzője hevesebben kritizált egy játékvezetői döntést. Jámbor Tamás nem tétovázott, és piros lappal jutalmazta Hollósi László
zászlót, tehát 3 pontra nőtt a csabai előny. Közel került a találkozó megnyeréséhez a BRS-e, de 9-5 után nem volt, aki befejezze a támadásokat. A vendégek rendre rossz megoldásokat választottak. A hazai csapat óriásit hajrázott, így a Nyíregyháza 15-11-re hozta a szettet, és 3-2-re diadalmaskodott. Nem volt egyszerű, nyitásban és nyitásfogadásban nagyon gyenge teljesítmény nyújtottunk a mérkőzés elején, és utána egy kicsit, mikor ez feljavult, akkor már mi játékunk is hatékonyabbá vált. A fiatalok nem bírták el mai nap most el ezt a terhet, egy picit gyengébben játszottak, de sajnos több játékosunk is közepes teljesítmény nyújtott, úgyhogy attól függetlenül a harmadik szettől nagyon-nagyon szépen sikerült visszajönni a mérkőzésbe, arra büszkék lehetünk, hogy azért 0-2-ről és nagyon-nagyon nagy mélységekből föl tudtunk állni, ez mutatja azért a csapatunknak az erejét, illetve a döntőjátékban is megvoltak a lehetőségeink, mi nem éltünk vele. 9-6 után folyamatosan ott volt a kezünkben az a lehetőség, amivel ha élünk akkor, de nem éltünk, és ezért megérdemelten nyert a Nyíregyháza. A csabai lányok hazai pályán a Jászberény ellen javíthatnak a magyar pontvadászatban. A mérkőzést vasárnap 16 órától játsszák a Városi Sportcsarnokban. Kimagasló teljesítménnyel uralja az U21-es bajnokságot a BRS-e utánpótlás csapata. Nagy Attila gárdája jelenleg 6 győzelemmel és 1 vereséggel torony magasan első a pontvadászatban. Vasárnap folytatódott az U21-es bajnokság, melyben egy pikáns összecsapást láthattak a vízmű tornatermébe kilátogató szurkolók. A tavalyi szezon döntőjét megnyerő Fatum Nyíregyháza éppen a BRS-e ellen szerezte meg az aranyérmet, így a csabaiak revansra készülve várták a találkozót. A mérkőzés előtt a házigazda volt a favorit. Nagy Attila együttese a végső győzelemre is az egyik legesélyesebb a másodosztályban. A kékmezes BRS-e villámrajtot vett az összecsapás elején, tőpontos nyitások, szervezett mezőnyvédekezés és gyors támadójáték jellemezte a viharsarkiak játékát. Aki kicsit késett a találkozóról, az már csak a második szedbe kapcsolódhatott be, hiszen a csabai fiatalok mindössze 4 pontot engedélyeztek ellenfelüknek, és 11 perc alatt nyerték meg az első szettet. Nem sokat változott a játékképe a folytatásban sem. A szabolcsi alakulat a szettek elején tudta tartani a lépést a házigazdával, azonban ezen a napon a csabai lányok kiválóan röplabdáztak. A következő 2 játékrészt és a mérkőzést is nagy különbséggel nyerték meg. Szerintem ebben a szezonban eddig ez volt a legjobb meccsünk. Csapat összeszedetten játszott, nagyon jó volt az egység, összhang. Szerintem a támadás befejezésben jók voltunk, nagyon a feladóink is jól játszottak. Hát néha még ez a kapkodás figyelmetlenség még előfordult, ilyen hullámvölgyek, de szerencsére ebből ki tudtunk lábalni. Az U21-es csapat trénere elégedett az együttese eddigi bajnoki szereplésével, és bízik abban, hogy a játékosok a szezon végéig hasonló teljesítményt nyújtanak majd. A csapat összetétel az változatlan, ugye évele óta ez az egyesületek az U19-21-es gárdája, tavalyi U17-es magyar bajnok csapatunknak a magja ezt, hát rájuk építünk ebben az évben is. Jó játszottunk ma, ugye a Nyíregyháza mindig nagy rivális, tehát mindig ő ellenük külön presztízs mind a felnőttben, mind az utánpótlásban, hogyha játszunk. Azt gondolom, hogy ma nagyon koncentráltan röplabdáztunk, de nem ritkán szoktam ilyet mondani, de kevés kivetni való találtam a mai játékunkba. Jól is kezdtünk, tehát az első szetet 4-re nyertük, azt hiszem, tehát ott szinte hiba nélkül tudtunk végig teljesíteni, úgyhogy meg voltam elégedve, mert ez egy szép teljesítmény volt. Az együttes több fronton is szerepel, de a cél mindenhol megegyezik. Az aranyérem megszerzése az elvárt eredmény. Folyik az U19-es bajnokság is december elején, ahol szintén ugyanezzel a kerettel játszunk ugye az U19-es korosztályban, ott pedig Székesfehérváron fogunk majd játszani. Ugye már benn vagyunk az elődöntőben, hiszen az alapszakaszt megnyertük a mi csoportunkban, úgyhogy itt most a középszakaszban csak egy előfelmérő későbbi rendezési jogért játszunk, tehát egy tét nélküli időszak jön az U19-es korosztályban. Ez volt a BRS TV 60. adása, tartsanak velünk legközelebb is. Hajrá BRS-e, viszontlátásra!